Szeretettel köszöntelek benneteket, ma én szeretnék közöttetek szolgálni az Isten igéjével, de még mielőtt az igéhez fordulnánk, egy pár hirdetést hadd mondjak el nektek, amik nagyon fontos események állnak előttünk. Először István kronológiailag a legközelebb női konferencia lesz április 27-én, itt a mi gyülekezetünkben 15 órai kezdettel. Ennek a részleteivel kapcsolatban, ha valami kérdésetek van, Babit kereshetitek nyugodtan. Aztán időrendben a további, ez az a nap Miskolc, már régóta készülünk erre a rendezvényre, június 1-én lesz Miskolcon a DVTK stadionban. Hogyha jegyeket szeretnétek venni, akkor Kisné Györgyit keresétek, ő fog tudni nektek felvilágosítást adni, jegyárakkal és helyjegyekkel kapcsolatban. Illetve ez már nem időponthoz kötődik, de szeretnénk újra, ha megmozdulna a bemerítkező medence, és szeretnénk, hogyha azok, akik döntöttek már az Úr mellett, és szeretnék a keresztséget is vállalni, be tudnánk merítkezni. Úgyhogy szeretnénk egy újabb bemerítkezést tartani. Ha van vágy a szívedben, és eldöntötted, akkor kérlek, keresd meg engem. Már vannak jelentkezők, Nádudvaron és Debrecenben is, úgyhogy egy pár hetet még várunk, és kijelölünk egy időpontot, hogy mikor legyen a bemerítkezés. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel ezekre az alkalmakra. És egy imával kezdjük el ezt a mai szolgálatot is. Uram, hálát adunk neked azért, mert jöhetünk a te jelenlétedbe, hálát adunk azért, mert te mindig megelégítesz bennünket, és köszönjük azt, hogy a mi szellemünknek, lelkünknek táplálik minden szó, amely származik tőled, és köszönjük azt, hogy nem csak a mi testünket táplálod kenyérrel, hanem bizony a mi lelkünket is a te szavaiddal. Uram, oda akarunk menni ma is a te szavaidhoz, oda akarunk telepedni a te lábadhoz, hogy halljuk a te beszédedet, megismerjünk téged, és lássuk meg a te nagy dicsőségedet. Uram, arra kérlek, hogy áld meg ezt a mai estét, legyen a te akaratod, legyen a te békességed és a nyugodalmad rajtunk. Hadd tudjon a te igéd úgy kimenni, ami megtermi valóban a gyümölcsöt a szívekbe, hadd menjen be az elménkbe, a szívünkbe, és hadd tudjunk, Uram, a mi életünkben ezek által az igék által változásokat hozni, hadd legyen egy új látásunk, hadd legyen egy kijelentésünk rólad, a te személyedről, a te akaratodról, a te tervedről, és hadd tudjunk ezekbe a kijelentésekbe beleállni rendíthetetlenül, hogy el tudjuk végezni mindazokat a feladatokat, amelyeket ránk bízol. Uram, dicsérünk és magasztalunk téged ezért. Amen. Amen. Gyertek és dicsérjük az Urat!
a dicséret ő, kijelenti önmagát. Mikor hívjuk, kijelenti önmagát. Keresztül is, kijelenti önmagát. Jáve, benned van az Úr, hírek, benned visel rád, rád a fá, ő a gyógyító, köztünk járunk úr. Jáve, benned van az Úr, hírek, gondot visel rád, rád a fá, ő a gyógyító, köztünk járunk úr. Jáve, benned van az Úr, hírek, gondot visel rád, rád a fá, ő a gyógyító, köztünk járunk úr. Most egy olyan témát hoztam nektek, ami engem is nagyon érdekel, és a gyülekezetben nem olyan régen elkezdtünk énekelni egy dalt, és nagyon megfogott ez a dal, nagyon szeretem ezt a dalt, amiben Istennek a neveiről éneklünk. Bizonyára ismeritek, most nem kezdem el nektek énekelni, ezt tudom, hogy örültök ennek, hogy nem kezdek most el így szerdeste énekelni, de az Isten neveiről úgy gondolom, hogy kell tudnunk. És ez a dal elég jól, elég szépen végigveszi több megfogalmazásban, hogy Istennek a jelleme, Istennek a neve mit jelent. De most egy picit menjünk bele részletesebben is ebbe a dologba, és nézzük meg, hogy a Biblia mit ír arról, hogy van-e Istennek neve, és ha van, akkor mi az, vagy mik azok a nevek. Először is a névről, mint fogalomról egy pár szót hadd mondjak. Múlt héten felhívott az unokahúgom minket, éppen utaztunk, és Timi vette fel a telefont, én vezettem, és kihangosítva beszéltünk az unokahúgommal, és azért hívott fel bennünket, hogy elmondja, hogy ő babát vár, és ha lány lesz, akkor szeretné, hogyha megengednénk, hogy a gyereket úgy nevezze el, hogy Janka. És hát persze, hogy megengedtük neki, sőt, nagy örömünkre szolgál, hogy lesz még egy Janka a családban. És már is felvetődik a kérdés, hogy majd amikor egy nagy családi összejövetelen a Jankáról beszélünk, akkor melyik Jankáról is beszélünk? Az én lányomról, vagy az unokahúgom lányáról? Vagy eddig a pillanatig, ha a családban bárhol megemlítettük a Janka nevét, akkor tudta mindenki, hogy ő az én lányom. Most az én lányomról beszélünk. De most születni fog egy új kisbaba, és ha ő valóban kislány lesz, akkor ő is a Janka nevet fogja kapni. Az én nevem is egy olyan név, ami nem olyan nagyon sűrű, olyan nagyon sok Vincével nem találkoztam még, édesapámat is Vincének hívták, és a nagynénimnek a férjét is Vincének hívják. Őt nagyon érdekes, mert még Varga Vincének is hívják. Nincs családi, vér szerinti rokoni kapcsolat, hanem ez egy ilyen véletlen, hogy a nagynéném férje is Varga Vince. És amikor a családban a Vincékről beszélgettünk, akkor mindig meg kellett különböztetni, hogy most melyik Vincéről beszélünk. Ráadásul hát pont, hogy Varga Vince, egyszer három Varga Vince egy családban, azért ez feladat volt. És akik ismertek engem is jobban, meg szorosabban, tudjátok, hogy nekem van egy becenevem. Azok, akik jól ismernek, ők úgy hívnak, hogy Vincus. Ez egy ilyen megkülönböztető. Apukám volt a Vince, a nagy Vince, én meg voltam a kis Vince. És így különböztettek meg bennünket a családban.
És itt is látjuk már, hogy a név az azonosít valakit. A névvel be tudunk azonosítani egy személyt. Vagyis az, amikor valakinek egy születendő gyereknek gondolkozunk a nevén, akkor azt a feladatot kell elvégeznünk, hogy amikor megszületik ez a kisbaba, egy új lény születik erre a világra, akkor őt valahogyan jelezzük ennek a világnak, valahogyan azonosítsuk be ebben a világban. Magunknak elsősorban, amikor egy kisbaba megszületik, akkor önmagunknak azonosítjuk be a kisbabát, aztán az ő saját identitása is kialakul, hogy a saját nevével ő tudatosul, hogy őt így vagy úgy hívják, és ahogy megyünk szépen előre, a környezete is tudni fogja, hogyha erről vagy arra a névről, nevezetes emberről beszélünk, akkor kire is gondolunk. Tehát mindenképpen a név egy személy azonosítás. És ugye ennek itt Magyarországon nálunk vannak vezetéknevek és vannak keresztnevek. A bibliai értelmezés szerint a személyiség jelzője, a személyiséget is azonosító jelző benne van a névben. Ezért van az többször, a Bibliában találkozunk vele, hogy valakinek megváltozik a neve. Ez azért van, mert ahogyan találkozik az Istennel, és elkezd az Istennel járni, és az Isten átformálja, átalakítja magát a jellemét is, Isten szükségesnek látja, hogy ennek tükrében a nevét is megváltoztassa. Ugye így lesz Ábrámból például Ábrahám, vagy Jákobból Izrael, és hasonló sok név. Vagy a legemblematikusabb, mindenki által ismert újszövetségi névváltozás, a Saulból Pál lesz. Ez mind-mind azért van, mert a név hordozza a személyiséget. Talán nálunk itt Magyarországon nem annyira a keresztnevekben tudunk a személyiségre gondolni, nem a keresztnevünk az, ami hordozza a megkülönböztetést, hanem a vezetéknevünk. Például a Varga, legyünk az én nevemnél, ugye az én őseim feltételezhetően valamikor a mesterségükről, tehát Vargák voltak, a mesterségükről kaptuk a nevünket. És ez így öröklődött tovább apáról fiúra. Tehát azok az emberek, akik a Vargák voltak, a Vargák mi lábbeliket készítettünk, egészen pontosan nem cipőket, mert az a Schuster, hanem mi csizmákat készítettünk, és annak is csak a felső részét, bőrből készült csizmáknak a felső részét készítettük, ezek voltak a Vargák. Tehát úgy különböztették meg az embereket, hogy azok, akik a csizmát készítik. És ugye így beazonosítottak bennünket. Nagyon sokszor lehet ezt látni a neveknél, hogy a foglalkozással azonosak. És még egy példát hadd mondjak nektek, hogy mennyire fontos, hogy a személyiségek valahogyan meglegyenek különböztetve. Az egyik munkahelyemen volt két kollégám, mind a kettőnek nagyon különleges, azonos neve volt. Úgy hívták őket, hogy Kovács József. Mind a kettő Kovács volt, és mind a kettő József volt. És amikor bementünk egy építkezésre, akkor ugye mindenkit név szerint azonosítottak be, mindenki név szerint kapta a kártyáját, és mindenkinek a tevékenységét a nevére adott kártyával követték nyomon. És az egyik Kovács István, az egyik kollégám az építkezésen csinált valamit, amit feljegyeztek az ő nevére. Aztán, amikor a következő Kovács István is csinált valamit, akkor ugyanennek a Kovács Józsefnek a nevére írták föl. És mondták, hogy jó, ő már kétszer megjelen nálunk, vigyázzunk vele, hogy harmadjára ne jelenjen meg. És mondtuk, hogy nem, még csak egyszer jelent meg. És mondták, nem, hát itt van Kovács József. És rendesen be kellett vinnem a születési anyakönyvi kivonatokat, mert csak úgy tudtuk őket megkülönböztetni, hogy mikor születtek és hogy hívták az édesanyjukat. Nem tudtuk a név alapján, máshogy nem tudtuk őket megkülönböztetni, és ezért is fontos az, hogy amikor mi éljük az életünket, akkor valamilyen személyiséget, a személyiségünknek valamilyen jelét, mondhatom úgy, hogy jellemet kell tudnunk kiépíteni. Nagyon sokszor gondolkozom azon, és nem tudom,
hogy ezek jó vagy rossz dolgok, de nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy ha én, mint kívülálló nézném magam, akkor én hogyan gondolnék magamra, azon túl, hogy hívnak, hogy milyen az a jellem, amit én tudok kommunikálni. Milyen az a jellem, ahogyan találkozom az emberekkel, amikor köszönök nekik. Milyen az a jellem, amikor beszélgetünk. Mi az a jellem, amikor együtt dolgozunk, együtt szolgálunk, munkálkodunk. Például a nádudvari gyülekezetben, ugye általában vasárnap vagyok ott a gyülekezetben, és mindig szépen fel vagyok öltözve, mostanában még nyakkendőt is szoktam kötni. Szépen vasalt nadrág, ing, nyakkendő, és általában ilyen formában még a hajamat is megfésülöm, talán jobban is, mint most. Ilyen formában találkoznak velem a nádudvari gyülekezeti tagok. Viszont most, hogy építkezünk, csináljuk a nádudvari gyülekezeti épületnek az átalakítását, hát többször láttak már munkásruhában is. Amikor elmentem dolgozni, és meg is jegyezte egy-két testvér, hogy hát ő még engem így nem látott ilyen koszosan, meg kendővel a fejemben, meg izzadtan, meg... Hát mondom, igen, ez is én vagyok, csak mindig vasárnap találkozunk. De igyekszem, és nekünk is igyekeznünk kell, hogy valamilyen olyan jellemet mutassunk be, valamilyen olyan jellemet tudjunk kiépíteni, és azzal bemutatni a személyiségünket, amivel az emberek tudnak bennünket azonosítani. Nagyon sokszor ez segítség is nekünk, amikor gondolkozunk valakin, hogy amikor valamilyen segítségre van szükségünk, akkor mindig tudjuk, hogy kihez forduljunk. Ha ilyen irányú, olyan irányú szükségünk van, akkor a fejünkben a testvéreinkről alkotott kép, hogy hogyan gondolkozunk róla, milyen személyiségi jegyeit ismertük meg, mindig segít eldönteni, hogy tudunk-e hozzá fordulni. Például, aki engem ismer, az nagyon jól tudja, hogy zenei problémával hozzám nem lehet fordulni, mert én nem tudok zenélni. De hogyha nekem vannak kérdéseim zenével, dicsőítéssel kapcsolatban, akkor biztos vagyok benne, hogy Hunyadi Tamás tud rá nekem feleletet adni, mert emlékszem, mert tudom, hogy Hunyadi Tamás kapcsolatban van a zenével, jól zenél, jól gitározik, jól énekel, és ezeket a dolgokat megjegyeztem róla. Ezt kiépítette a személyiségében. Tehát, hogyha ezt a logikát követjük, akkor Tamást be tudjuk úgy azonosítani, hogy a zenész Tamás, a dicsőítésvezető Tamás. Mert egy ilyen identitást, egy ilyen képet a szolgálata során kiépített magáról. És hasonló sok-sok ilyen dolog lehet az életünkben. Nézzük meg, hogy hogyan jelenik ez meg Istenről a Bibliában. Nagyon sokszor gondolkozunk azon, legalábbis én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy milyen jellemeit ismerhetjük meg Istennek, milyen vonásaival találkozunk Istennek a Bibliában. Mert mindig az a vágyunk, és ahogyan most a nyitó imámon is mondtam, én mindig szeretném Istent egy új oldaláról megismerni. Mindig egy olyan oldalát meglátni, amivel eddig még nem találkoztam, hogy lássam meg, milyen nagy az ő dicsősége, az ő hatalma, az ő szeretete. És ez működik is. Isten mindig be akar nekünk mutatkozni egy új oldaláról, mindig meg akarja mutatni az ő mind nagyobb és nagyobb szeretetét, gondviselését, segítségét. A fölénk nyújtott kezel mindig itt van, és ezt időről időre nem csak megszokásból kell tudnunk, hanem felismerésből is látnunk kell, hogy például a gondoskodó Isten mindig velünk van. És ezért fontos mondjuk, amikor evés előtt imádkozunk, hálát adunk, akkor mindig azonosítjuk az Istent azzal, hogy tudjuk, hogy ő a gondoskodó Isten, és azt, amit tesz, értünk az ő gondoskodásában, azt megköszönjük. Így aktuálisan például az evés előtt. Én az igéből próbáltam rákeresni azokra a jellemzőkre, azokra a jellemvonásokra, amikkel tudunk azonosulni egyértelműen, de lehet találni olyan dolgokat is, amiket első olvasásra nem biztos, hogy úgy gondolnánk, de mindenképpen azonosítja Istent. Az ember és ember kapcsolata, az ember embert ismerő mi volta, az mindig az emlékeinkből táplálkozik.
ahogyan megismertük a másikat, ahogyan emlékezünk, emlékeinkből elővesszük, hogy hogyan reagál, hogyan beszél, hogyan tesz dolgokat, az alapján alakul ki a róla alkotott kép bennünk. Az alapján ismerjük meg. És Istennel is így vagyunk, hogy az alapján ismerjük meg az Istent, ahogyan cselekszik, ahogyan működik, ahogyan megszólít bennünket. Alapvetően én két csoportba összesen 14 nevet tudok megfogalmazni. Biztos több van. Én 14 nevet találtam az igében. Mindegyikhez fogok majd egy bibliai verset is mondani, ahol megtaláljátok az erre utaló részt. De alapvetően azok a nevek, amikkel megkülönböztetjük, azonosítjuk különböző élethelyzetekben, különböző megfogalmazásokban Istent, kettő csoportba sorolhatóak. Mondhatnám így is, hogy Istennek van két fő azonosítása, a többi pedig ezek alatt lesz. És mondanám először, talán ha lehet így fogalmazni, térképészetileg távolabbról nézve az Isten személyét. Az első megfogalmazás az eredeti héber szövegben nem magát az Istent jelenti, hanem az istenséget, egy Istent jelenti. Ez az Elohim. Ez egy általánosan vett Istennek a megfogalmazása. Ezért, amikor ezt a megfogalmazást használják, akkor mindig mögé mondják, hogy melyik Isten. Ez akkor is megjelenik a Bibliában, és akkor is látjuk a Bibliában, amikor a negatív istenekről beszél, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy nem a seregek uráról, nem arról a személyről, akit mi Istenként azonosítunk, van most szó, hanem mögé tesz egy jelzőt, hogy melyik Istenről. És az Elohim mögé, vagy az Elohim rövidítése, az El mögé tehető azonosítások, az lehet például a Shaddai. Ez azt jelenti, hogy a mindenható. Az 1 Mózes 49.24-ben van erről szó. Az El Shaddai azt jelenti, hogy mindenható. Az Elion, ő a magasságos. El Rói, a látás istene. El Olam, az örökké való Isten. El Gibor, ő pedig az erős Isten. Ezek azok, ahogyan magát a szemét azonosítjuk be, az Isten szemét azonosítjuk be a jellem párosításával. Tehát ha kérdezni szeretnénk rá, akkor azt mondjuk, hogy melyik Isten? Hát a mindenható, a magasságos, a látást adó, az örökkévaló és az erős Isten. Tehát ugye a kérdőszavunk erre a csoportra a milyen Isten. És van egy másik, ami egy pici magyarázatot fog majd igényelni, de előtte szeretnék egy igét felolvasni, ami ehhez magyarázat lesz. A 2 Mózes 3.14 ezt mondja. Ez az a jelenet, amikor Isten megbízza Mózest, hogy hozza ki a népet Egyiptomból, és Mózes megkérdezi, hogy de mit mondják, hogy kiküldött. És ezt Isten így felel a 2 Mózes 3.14-ben. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelv nagyon jó eszköz, nagyon jó lehetőség van a magyar nyelvben, hogy ezt a megfogalmazást meg tudjuk érteni. Természetesen nem szóról szóra így történt, ahogyan le van írva, de a legjobb megfogalmazása, a legközelebbi megfogalmazása annak, hogy ki is az Isten, az ez a megfogalmazás. Azért biztos, hogy nem így történt szóról szóra a párbeszéd, mert a 10 parancsolat, 3. parancsolata egy tiltást ad arról, hogy Isten nevét bármikor is a szánkra vegyük. Azt mondja a 3. törvény, hogy
hogy ne vegyük hiába a szánkra az Istennek a nevét. Ezt a zsidóság annyira komolyan gondolta, annyira fontosnak tartott ezt a parancsolatot, hogy amikor íródott a könyv, ami a törvényadás előtti történeteket írja le, már nem használták azt a kifejezést az Istenre, azt a név azonosítást, ami ott elhangzott. Ugye az a név, ami ott elhangzott, azt igazából, én ennek elkezdtem utána kutatni, több fronton is, mindenféle szakirodalomban, sőt zsidó emberekkel is vettem fel a kapcsolatot, és egyelőre nem jutottunk, vagy inkább azt mondom, nem jutottam tovább annál, hogy azzal a szabályrendszerrel azonosítsuk a zsidó emberek által megfogalmazott Istent, ahogyan ezt ők használják. Ugye valamikor az Isten neve, az Isten eredeti azonosítása, tehát az a név, ami nekem a Vince, ami a személyiséget, a személyiségjegyeket is hordozó név, az, ha lehet így fogalmazni, közhasználatban volt. Tehát a zsidó emberek használták az Isten nevét, kimondták az Isten nevét, de hogyan elhatalmasodott az emberiségen a bűn, elhatalmasodott az embereknek az Istennel való kapcsolata, a kapcsolatának az elfordulása, Isten egyszer csak adott egy parancsolatot, hogy akkor ezután nem lehet így használni. És a harmadik parancsolat mondja ezt ki, hogy nem lehet hiába fölvenni az Isten nevét a szánkra. Ezért a zsidó emberek egy biztonsági, hát ha lehet így mondani, egy biztonsági kulcsot tettek bele a nyelvezetükbe, vagyis az Isten nevében lévő mássalhangzókat és magánhangzókat különvették. Kivették a magánhangzókat, és csak a mássalhangzókat írták bele a Tórába. Az Isten nevének magánhangzóit kívülre írták a margóra, hogy még véletlenül se lehessen sem olvasás, sem beszéd közben, még véletlenül se lehessen kimondani azt a nevet, amit nem szabad kimondani. Ezért viszont ez nem annyira exaktul azonosítható, nem annyira könnyű megfogalmazás, ezért tettek be helyettesítő magánhangzókat. És a helyettesítő magánhangzók az Adonai szóból származnak, vagyis az Adonai magánhangzói, természetesen nem a magyar magánhangzói, hanem a héber magánhangzói, az eredeti Isten nevének a mássalhangzói közé beírva adja azt a nevet, amit ma úgy hívunk, hogy Jahve. Az a név, amit a zsidó tórákban csak mássalhangzókkal van azonosítva, a JHVH, abból a hiányzó magánhangzók a margóra vannak írva, és az Adonai magánhangzói vannak beírva, és ez a szó, ez az új keletkezett szó, ez a Jahve. Tehát az Adonai helyettesítő a Jahvének is, a biztonság kedvéért, még a Jahvét sem olyan nagyon sűrűn használják, hanem az Adonai. Ami Adonai kifejezés, az pedig azt jelenti, hogy Úr. Vagyis amikor a Bibliában azzal találkozunk, amikor azt mondja az ige, hogy Úr, ugye a mi magyar nyelvünkben az Úr kifejezés, az több értelmű is lehet. Nem csak isteni azonosítással rendelkező. De az eredeti héber szövegezésben, amikor arról beszél a Biblia, hogy az Úr, akkor mindenki egyértelműen és vitathatatlanul tudja, hogy a világ mindenséget teremtő, a héberek által elfogadott Istent azonosítja. Tehát nem olyan, mint az Elohim, hogy egy általános Isten megfogalmazás, egy istenségnek a megnevezése, hanem itt az Adonai az Istennek, az egyetlen Istennek az azonosítása. Azért is jó ezt tudni, mert amikor az új szövetségben Jézus Úrként van azonosítva, akkor ez egy világfelháborodást keltő dolog, hogy azzal az Istennel van azonosítva, nem csak egy úrral, nem csak egy felsőbb hatalommal, nem csak valakivel, aki egy hatalmas úr, hanem azzal az úrral van azonosítva, aki a héberek istene. Ugye többször találkozunk ezzel is, amikor
idegen népek úgy hívják Istent, a mi általunk is, újszövetségi emberek által is ismert Istent, úgy hívják, hogy a héberek istene. Ez azért van, mert abban az időben az a szó, hogy Isten, az Elohim által megfogalmazható Isten, istenség, az egy általános kifejezés volt. Mindenki tudta, hogy van olyan, hogy Isten. Sajnos akkor is már megjelent az ördögnek ez a hatalmas hadjárata, hogy olyan szellemiségeket, olyan szellemi fejdelemségeket helyezett uralmi pozícióba, akik isteni befolyással rendelkeztek az emberek életében, és őket az emberek azonosították úgy, mint Isten. Az Isten népe, az Isten eredeti népe, a választott nép, a héberek tudták azt mondani, hogy ők a hamis istenségek, ők a hamis Elohimok, ők a hamis Isten képen rendelkező, Isten azonosítással rendelkező szellemi lények. És ezért volt egy ilyen megkülönböztetés, hogy az Adonai az csak és egyedül a mindenható örökkévaló Úrra volt azonosítva. És ezt a Biblia fordításokkor ezt tiszteletben tartották a fordítók. És ezért van az például, hogy Károli Gáspár és a fordításkor többféle módon az általunk ismert, az általunk beazonosított, magyar emberek által beazonosított módon is hívja az Istent. És nézzük meg most azt, hogy ebben az Adonai csoportosításban, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a Jahve csoportosításban, milyen névvel illeti az ige Istent, milyen neveket ad neki. Ugye itt már nem úgy van, mint az Elohimnál, hogy egy személyiségi jeggyel azonosítjuk be, hogy melyik Isten is, hanem itt a kérdő szó, hogy az Isten, aki milyen, itt már az Isten személye azonosítva van, itt már az Isten személyéről nincs kérdés, hanem itt az Isten személyhez tartozó személyiségi jegyek jönnek mellé. Ebből van 9. Ugye azt mondja az Isten igéje, hogy az egyik neve Istennek, és ez benne is van a dalban, amit említettem a szolgálat elején, a Jíre. A Jahve Jíre. Azt mondja az ige, hogy ő a gondviselő, az 1 Mózes 22.14 alapján. Aztán a második, a Rafa, Jahve Rafa, ő a gyógyító, 2 Mózes 1.26. A Nissi, Jahve Nissi, ő a, hát így fogalmazza az ige, ezt lehet, hogy egy picit át tudjuk nem fogalmazni, hanem már más, hogy tudjuk értelmezni. A fonetikus fordítása az, hogy hadi jelvény. Ez azt jelenti, hogy egy győzelem után, amikor az Isten győzelmet adott a népnek, akkor azonosította be így az Istent, aki biztosította nekik abban a harcban, abban a háborúban a győzelmet. Ez azt jelenti a hadi jelvény, hogy egy háborúban biztosított győzelem. Ugye a hadi jelvény, vagy hadi címer, az azt jelenti, hogy amikor egy hadsereg megy, akkor felemelik a hadsereget jelképező, a hadsereget azonosító jelvény címert. És itt ez a Nissi, a Jahve Nissi név azt jelenti, hogy az a harc, amiben a jelvényt képviselő Isten biztos, hogy győzelmet fog adni. A hadi jelvény. Aztán van egy olyan név, hogy Megkadás, Jahve Megkadás, ez a megszentelő, ez a 3 Mózes 20. Shalom, Jahve Shalom, a békesség, Bírák 6.24. A Gedeont köszöntette így az Isten angyala, amikor elhívta a nép megszabadítására. Aztán van egy ilyen, hogy Citkeneu, Jahve Citkeneu, az Isten az igazságos Isten. Jeremiás 33.16. Van egy ilyen, hogy Rói, Jahve Rói, ő a pásztor. Jahve Shamma, ő a lakozó, az, aki veled lakik, aki veled van. És van egy 9. Jahve Keveot, ő a seregeknek az ura, Ézsaiás 1.24. És ezekben az igékben, amiket felolvastam, mindegyikben az esemény van, ami miatt elnevezték így az Istent. Az élethelyzet van, ami magyarázat arra, hogy miért nevezték megszentelőnek, a békességnek, az igazságnak az Istent. És a mi életünkben, a mi
itt újszövetségi sorsunkban is Isten bele tud szólni dolgokba. Nem csak ezeknek a neveknek a jellemeit tudjuk mi beazonosítani az életünkben. Nem csak azt tudjuk az Istenről, ami ebben a 14 névben van. Az Isten igéje szent és igaz és örök. Ezért ezt a 14 megfogalmazást, ezt a 14 nevet úgy éljük meg, és úgy vesszük, mint az Isten megváltoztathatatlan azonosítása. Az Isten személyének a beazonosítására ezek tökéletesek. De az a kérdés, hogy ezekkel te találkozol-e, hogy az életünk során mi találkozunk-e azzal az Istennel, aki ezeket a személyiségeket megmutatja az életünkben. Megmente bennünket az Isten. Találkozunk-e azzal az Istennel, akinek engedjük, hogy megszenteljen bennünket? Találkozunk-e azzal az Istennel, akinek engedjük, hogy pásztoroljon bennünket? És így sorolhatnánk mind a 14-et. De az egy nagyon fontos része az életünknek, hogy azt az életet, amit itt élünk ebben a korban, azt ugyanazzal az Istennel együtt tudjuk élni, amit együtt éltek a zsidók, amikor ezeket a Isten jellemvonásokat megtapasztalták, az Isten közbeavatkozását megtapasztalták az életükben. És ezért ezek a nevek, és ahogyan Isten önmagát is megfogalmazza a 2 Mózes 3.14-ben, azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Mondd azt Izrael fiainak, hogy a vagyok küldött engem. És ez a vagyok, ez a leginkább kifejező szó arra, hogy mit jelent az Isten az életünkben. A létezésnek egy folyamatát jelenti. Isten nem volt, vagy Isten nem lesz majd valamikor, hanem Isten öröktől fogva van. És nem is úgy fejezzük ki, hogy Isten van, hanem az a legjobb megfogalmazás valóban, hogy Isten a vagyok, aki mindig is volt, és mindig is lesz, és ez örökké, ez a folyamat örökké így van. Nincs múltja, nincs jövője, és nem a jelene van, hanem neki örökké valósága van. És ez az a név, ez az a beazonosítás, ami leginkább indít bennünket arra, hogy kutassuk ki az Istennek az örökké valóságát. Keressük meg az Istennek azt a jellemét, amiben a vagyokkal találkozhatunk. Az igében ez a beazonosítású isteni megfogalmazás, Istennek ez a neve nem olyan nagyon sok helyen van jelen. Itt a 2 Mózes 3.14-ben, ahogyan a könyv írója megfogalmazza, ez máshol így, ilyen formában nem is találkoztam még vele, de az Isten nevének a megnevezése, az Isten néven nevezése is nagyon olyan pillanatokban történik, olyan pillanatokban történt az igében, amikor lényegi fontossága volt. Például egy nagyon, nagyon fontos számomra a Jézus beazonosítása, hogy ugye nagyon sokszor gondolkozunk azon, és bizonyos vallások itt vitatkoznak is azon, hogy Jézus Isten volt-e. És amikor Jézust elárulják, Júdás elárulja Jézust, akkor ugye a katonák oda mennek. És Jézusnak a katonák kérdésére van egy felelete. Azt mondja, hogy én vagyok. Amikor megkérdezik a katonák, hogy te vagy-e az. És Jézus nem azt mondja, hogy ja, igen, igen, én vagyok, én leszek az. Meg nem azt mondja, hogy én az vagyok, akit Júdás elárult, akiről beszélt nektek Júdás. Hanem ott volt egy olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy én vagyok. És ott azt mondja, azt írja az ige is, hogy földre estek a katonák. Tehát az Isten makulátlan megfogalmazású névazonosítása az így ilyen következményekkel jár. Amikor az Isten belép az életünkbe,
akkor mindig valamilyen jellemvonása által lép be. Mindig valamilyen jellemvonását tapasztaljuk meg. Általában, és ez nincs ezzel probléma, ez nagyon jó. Azt mondja az Isten is, az Isten igéje is, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez. És a megtört szívet az Úr megkeresi, megtalálja, megerősíti, felerősíti, gondot is el rá. Tehát valamilyen jellem megjelenik az Isten és az ember kapcsolatában. És ez így van jól, ahogyan mi is szülők a gyerekünkkel kapcsolatot tartunk, kapcsolatot teremtünk, az ahogyan cselekszünk a gyermekeink felé. És Isten is így jelentkezik az életünkben. Az én életemben is a megmentés volt az, ami először, ahogyan először megismertem Istent. Megmentett a haláltól, a halálfélelemtől. Ez volt az első jellem, amit megtapasztaltam Istenből. És azóta már rengeteg mindent megtapasztaltam, és megtaláltam. De az Isten, hiszem azt, és én azt érzem a saját életemben is, meg a szolgálatomban is, hogy Isten szeretné, ha túllátnánk az ő jellemén, ha túllátnánk azon, hogy ő mit tesz értünk. Ő örömmel teszi, és bármikor kérhetjük, mindig megtesz mindent, mindazokat, ahogyan itt a jellem vonásai alapján be van azonosítva. De ő, a vagyok, szeretné, ha odáig is eljutnánk, hogy túl a szükségeinken, túl az igényeinken is kíváncsiak legyünk arra, hogy ő ki, hogy az ő személye, az ő vagyok jelenléte mit jelent számunkra. És ez egy olyan lehetőség itt most az újszövetségi korban, ami csak nekünk adatott. A Szent Szellem az, aki kijelenti nekünk, azt mondja az írás, hogy még az Isten mélységeit is kijelenti. Ezért, ha kapcsolatunk van az Isten Szellemével, a Szent Szellemnek engedjük, hogy mi a temploma legyünk, és megkapjuk a Szent Szelleme való közösséget, akkor a Szent Szellem elvezet bennünket Istennek ehhez a személyéhez, ehhez a személyiségéhez, ami nem azonosítható jellemmel, nem azonosítható cselekedetekkel, nem azonosítható tettekkel, amit véghez visz az életünkben, hanem önmagával, a saját személyével azonosítható. Amikor keressük az Istent, akkor jussunk túl azon a megtaláláson, ahogyan a mi igényünk van. Hogy ne csak azt akarjuk, és ne csak azt keressük, ahogyan mi nekünk szükségünk van az Istenre. És is itt mondom, ez nem gond, ennek örül az Isten. De menjünk túl mindig azon, hogy az igényeinken túllépjünk. Ahogyan a gyerekeinkkel is. Nagyon szeretünk a gyerekeinknek segíteni. Mindenemet odaadnám én is a gyerekemért, és bármit kér, mindent megteszek érte. Mert a gyerekem, és én az apja vagyok. De amikor érdektelenül van velem, az az igazi jelenlét. Amikor nem azért van velem, mert valami, hanem csak azért, mert én. Az egy igazi, jó, mély kapcsolat. Karcsi barátom szokott néha úgy felhívni, hogy felhívlak csak azért, mert semmi. Nem akarok semmit, csak hogy beszéljünk. Tehát nem azért hív fel, hogy megkérdezze, hogy ez vagy az, nem azért hív fel, hogy valamilyen szükségét kielégítsen. Olyanok is vannak, amikor ezért szoktuk egymást hívni. De többször van, amikor felhív csak azért, hogy csak úgy. És ez egy nagyon jó dolog. Istennel is legyünk egy ilyen kapcsolatban. Ő örül, ha hívjuk és keressük az igényeinkkel, de legyünk egy olyan kapcsolatban Istennel, ahogyan itt ki akarja magát jelenteni Mózesen keresztül a népnek. A vagyok, hadd legyen az életünkben Isten. Az, aki öröktől fogva van, és örökké lesz az egész világmindenség történelme során. A világmindenség belőle fakad és hozzáér vissza, és ennek a jelenében, ennek a pillanatában kell, hogy találkozzunk ezzel az Istennel. Ismerjük meg Isten nyugodtan úgy, mint aki áldásokat ad, mint aki a seregeknek ura, mint aki a látást adja, és stb.
De ismerjük Istent úgy is, mint aki ő maga. Ez egy szükséges dolog az életünkben. Amikor valaki mond nekünk egy másik emberről valamit, akkor az a mi jogunk eldönteni, hogy elhisszük-e, vagy nem hisszük. Én általában nem szoktam elhinni, mindaddig, amíg én magam nem találkozom ezzel az emberrel, és azt nem tudom mondani, hogy igen, egyetértek, vagy nem, én nem így ismertem meg ezt az embert. Mert a találkozás az egy szükséges dolog ahhoz, hogy képet kapjunk a másikról. Hogyha én mondok nektek valamit egy harmadik emberről, akkor nem a harmadik emberről kaptok képet, hanem arról, hogy én mit gondolok arról az emberről. És legyünk máshogy az Istennel, hogy ne az alapján ítéljük meg, és ne az alapján döntsük el, és ne az alapján ismerjük meg Istent, hogy mások mit mondanak róla, vagy milyen cselekedetei vannak az életünkben, hanem ismerjük meg őt magát. Ez egy nagyon szükséges dolog. Azt mondja az írás, hogy ezekben az időkben, amikben most mi élünk, a Szent Szellem mérték nélkül kiöntetik a számunkra. Be tudunk töltekezni az Isten jelenlétével az ő szellemén keresztül. És engedjük meg Istennek, hogy ebben a jelenlétben, ebben az, ha lehet így fogalmazni, ebben az oktalan jelenlétben, csak az Istennel való együttlétet akarjuk megismerni, akarjuk megtapasztalni, amikor Isten olyan oldalát látjuk meg, ami őt jelenti, nem azt, ahogyan cselekszik, hanem őt magát. Erre bátorítalak titeket, magamat is, és titeket is, hogy engedjük el a sztereotípiáinkat, engedjük el az Istenről alkotott képünket, és engedjük meg, hogy megismerjük Istent a maga valóságában. Ahogyan a névvel, azzal a harmadik törvény szerinti kimondhatatlan névvel beazonosítható. Nagyon érdekes dolog egyébként ez, hogy jelenleg nincs a Földön olyan ember, aki kimondta volna azóta az Isten nevét. Nincs fennmaradt egy szövegezés, amiben azt látnánk, hogy kimondható az Isten neve. Ez nem is baj, mert az Istent a kapcsolat alapján ismerjük meg. Nem csak az alapján, hogy hívják, hanem a kapcsolat alapján. Legyetek áldottak, az Isten irányítsa, vezesse, táplálja a vele való kapcsolatunkat, és jussunk el tényleg azokra a mélységekre, jussunk el azokra az együttlétekre az Istennel, amikor kijelenti nekünk az ő személyiségét, kijelenti nekünk az ő igazi személyét. Engedjétek meg, hogy hadd imádkozzak ezért. Uram, hálát adok neked azért, mert neked van neved, van azonosításod. A te személyiséged benne van a névben, amelyet te hordozol. És benne van azokban a jellemekben, benne van azokban az emberek által történt megismerésekben, ahogyan belenyúltál az emberiségnek, a történelemnek, a népnek a sorsába. Uram, köszönjük, hogy jóságos vagy, hogy erős vagy, hogy szent vagy, hogy velünk lakozol, hogy pásztorunk akarsz lenni, és sorolhatnánk, Uram, azokat, hogy hogyan akarsz az életünkbe beavatkozni, hogyan akarsz áldást adni az életünkben. Uram, mi örülünk, és köszönjük, hogy ezekkel megajándékozol bennünket. De Uram, szeretnénk túlmenni a kárpiton, szeretnénk bemenni a szentek szentélyébe, szeretnénk bemenni oda, ahol annak idején a pap is kimondhatta a te nevedet. Ott kimondhatta. Uram, mi oda akarunk bemenni, oda akarunk eljutni, hogy kimondhassuk a te nevedet, a te szent jelenlétedbe. Uram, köszönjük azt, hogy te ezt lehetővé tetted. Jézus, te azért haltál meg, hogy ezt lehetővé tedd. A te halálod és a te föltámadásod azért történt meg, hogy a kárpit ketté szakadjon, és bemehessünk az atyához. Uram, áldunk és magasztalunk téged ezért. Hadd éljünk ezzel a lehetőséggel. Hadd tapasztaljuk meg a te veled való közösséget ilyen módon is. Uram, légy velünk, taníts bennünket a te szellemed által. Jézus nevében. Amen. Amen.
Köszönöm szépen a figyelmet, további áldott estét kívánok nektek, Isten áldjon titeket!